Botrány óriási felháborodást váltott ki egy belga szerző antiszemitek kirohanása. Donald Trump egy interjúban mondta el, miért szokott imádkozni tragédia. Több mint 300 embert végeztek ki Iránban az év első felében. Indonézia, öngyilkos merényletre készültek a keresztény gyülekezetekben. New York, Nassau megyében betiltják a maszkviselést. Üdvözlöm a hallgatókat, én Barkó Cirila vagyok, és ez itt a Hitéleti Hírek, a Hitrádió legfrissebb hitéleti hírműsora. Ma 2024. augusztus 7-ét írjuk, és elhoztuk önöknek a legfrissebb hitéleti híreket. Amennyiben tehetik, kérem minatkozzanak fel a Hitrádió plusz csatornájára is, és nyomj meg be az értesítés gombot. További hírekért látogassanak el a www.hitradio.hu oldalra. Donald Trump egy interjúban mondta el, hogy miért szokott imádkozni. A republikánus elnök jelölt, ugyan elmondása szerint nem szeret erről beszélni, most mégis megosztotta gondolatait az imáról, hitről és a mennyországról. Donald Trump a republikánus elnök előtt egy interjúban osztotta meg nézeteit a vallásról, az imáról és a mennyországról, miközben aggodalmát fejezte ki a küszöbön álló világháború miatt. Az egykori elnök a Fox News riporter Lara Ingraham által készített széleskörű interjúban szólalt meg, aki azt kérdezte Trumptól, hogy miért szeret imádkozni. Tudom, hogy nem igazán szeretszerről beszélni, mondta a riporter. Nem szeretek, válaszolta Trump. Ingraham ezután azt mondta Trumpnak, hogy az amerikaiak szeretnék tudni, hogy hiszel-e valamiben, ami túlmutat ezen a világon. Hiszek, felelte Trump. Úgy gondolom, hogy az egyik oka, miért az országunk szinte mindent elvesztett az, hogy már nincs olyan mértékben jelen a vallás, fejtette ki Trump valamint hozzátette. A demokraták erőszakosak és könyörtelenek voltak a vallással szemben a Covid alatt, de a vallás ad némi reményt. Ha jó vagyok, a országba jutok. Hiszel a mennyországban? Tette fel a kérdést a riporter. Hiszek, válaszolta Trump. Ha jó vagyok, a mennyországba jutok, ha rossz vagyok, akkor valahova máshová, mondta Trump, miközben lefelé mutatott. A vallás valami olyat ad, ami jót tesz egy országnak, fejtette ki véleményét a volt elnök. Amikor imádkozol, miért imádkozol? kérdezte Ingraham. Imádkozom az országunkért. Nyilvánvalóan ugyanazért imádkozom, mint te, a családunkért és az országunkért. Van családunk, van országunk, és úgy gondolom, hogy van egy világunk is. Imádkozom a világért is, mondta Trump. Az egykori elnök ezután kifejtette aggodalmát egy esetleges világháborúval kapcsolatban. Nagyon közel vagyunk egy világméretű háborúhoz, mondta Trump. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy a közel-kelet felrobbanjon. Az orosz-ukrán helyzet is sokkal komolyabb, mint gondolnád, mondta. Botrány, óriási felháborodást váltott ki egy belga szerző antiszemitek kirohanása. Egy belga szerző és publicista a Humo magazin vasárnapi számában azt írta, hogy időnként minden zsidót le akarna szúrni, akivel találkozik, hogy bosszút álljon az Izrael és a közel-keleti terrorista csoportok közötti erőszakért. Herman Brusselmans a holna nyelvű szatirikus hetilabban megjelent írásában arról számolt be, hogy hangulat ingadozásai vannak, mert attól fél, hogy közeleg a harmadik világháború, és idézem, egy kis, kövér, kopasz zsidó, Benjamin Netanyahu miniszterelnök miatt, aki véleménye szerint az egész arab világot el akarja tőle. Törölni. Minden egyes Hamász vagy Hezbollah harcos haláláért, akit az izraeli hadsereg megölt, több száz ártatlan civil hal meg, mondta Brasselmans. Annyira dühös leszek, hogy legszívesebben minden zsidó torkát átszúrnám egy késsel, aki szembe jön velem, írta. Brasselmans egyébként azt is megegyezte, hogy szerinte nem minden zsidó gyilkos, és érzelmei enyhítésére megpróbált maga elé képzelni egy idő zsidót, akit ugyan sajnál, de mégis a pokolba kívánja. Edith Rosenzweig apu, Izrael belgiumi nagykövete a közösségi médiában úgy reagált, hogy ha ilyen megjegyzésekben a zsidók helyett a muszlimok szerepeltek volna, a társadalom nem tűrné el. Hogyan mehetett ez át a szerkesztőségen? Az antiszemitizmus és az erőszak legitimálása a vörös vonal kellene, hogy legyen, még egy értelmiségi szóbeli kitörésnél is egy baloldali magazinban, mondta a nagykövet az X-en. Emmanuel Navon, izraeli akadémikus szerint a cikk úszításnak minősül, és felszólította a belga rendőrséget, hogy indítsanak vizsgálatot a publicista ellen. Tragédia. Több mint 300 embert végeztek Iránban az év első felében. 2024 első hét hónapjában több mint 300 embert végeztek ki Iránban, derül ki az Iran International hétfői jelentéséből. 2023-ban összesen 834 embert végeztek ki az iszlám köztársaságban, amely 43 os növekedés jelent a 2022-es 582 kivégzéshez képes, áll az Iran Human Rights és a Together Against Death Penalty ngo jelentésében. A 2023-as kivégzések mindössze 15 át jelentették be hivatalos források, még a kivégzések 85 a azaz összesen 709 kivégzés hivatalos elismerés nélkül történt. Az egykori iráni elnök Ebra Ráhimi Raisi halála után a kivégzések száma május közepétől július elejéig csökkenni látszott, de júliusban újra növekedésnek indult, amikor is 49 kivégzés történt, és ebből 36 az utolsó 11 napban. Az idei 300 kivégzett ember közül 5-öt Izrael számára való kémkedéssel vádoltak, és 5-öt szunita politikai fogolyként végeztek ki. Az iráni bíróság állítása szerint az Izrael számára kémkedéssel vádolt emberek kivégzése a jogvédő csoportok szerint kényszerintett vallomások, tisztességtelen tárgyalások alapján történt és széles körben elítélték őket. Mahmoud Abiri Mohdagem, az Iran Human Rights Organization igazgatója aggodalmát fejezte ki az iráni kisebbségek aktivistáinak és a drogügyekben halára ítélt foglyok kivégzése miatt. Különösen aggódunk a kurd civil aktivisták és a drogügyekben halára ítélt foglyok újabb kivégzési hulláma miatt a következő hetekben és hónapokban. Az ebben az évben kivégzett emberek több mint 20% a etnikai kisebbséghez tartozott. A valós csoport tagjai 14%-ot tettek ki 42 fővel, több mint 6%-uk, azaz 20 fő pedig kurd, és további 20 fő, azaz több mint 6% afgán állampolgár volt. Masoud Peshaksjan, aki júliusban nyert el az elnöki tisztséget, 2022-ben a választási kampányában egyébként ígéretet tett arra, hogy javítani fogja a nők és a kisebbségek jogainak védelmét. A drogügyekben hozott halálos e ítéletek tekintetében az Iran Human Rights és a Together Against Death Penalty jelentése szerint a kivégzettek közül 172 főt kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt végeztek ki. Legalább 15 nő volt a kivégzettek között, közülük 10 pedig kábítószerrel kapcsolatos vádak miatt végeztek ki. Indonézia. Öngyilkos merényletre készültek a keresztény gyülekezetekben. Az indonéz hatóságok letartóztattak egy 19 éves radikális iszlamistát és szüleit, meghiúsítva ezzel a két templom elleni öngyilkos merénylet tervét, közölték a hatóságok. A középiskolás diákot, akik csak HOK monogramjával azonosítottak, július 31-én este 7 óra 15 körül fogták el, miközben éppen bizonyítékokat akart megsemmisíteni egy Ciszir nevű faluban, mondta el Aswin Sziregár az indonéz rendőrség terrorellenes különleges egységének a Densus 88-nak a szóbibője egy vasárnapi sajtótájékoztató nyakartában. A letartóztatott személy az ISIS, vagy más néven a Davla iszlámia támogatója, mondta Ászvén a sajtónak a múlt csütörtökön nyakartában. HOK online tagja lett a Fülöp-szigeteken működő Davla Iszlamia csoportnak, amely állítólag az iszlám állammal, azaz az ISIS-szel áll kapcsolatban. Ő és társai öngyilkos merényleteket terveztek két keresztény gyülekezet ellen Malánkban, Keletjávában, triaceton triperoxid azaz TATP robbanószerekkel. A TATP közismert nevén a sátán anyja az egyik legerősebb és legveszélyesebb robbanóanyag. Az előzetes vizsgálatok szerint HOK gyakran látogatott olyan weboldalakat, amelyeket a Dávla Islamia propagandáját tartalmazták, amely öngyilkos merényletek végrehajtására ösztönözte őt. A közösségi médiából is szerzett információkat, amelyek arra késztették, hogy végrehajtsa az öngyilkos merényletet, mondta Aszfin. A gyanúsított az iskolai zeppénzből vásárolta meg a támadásokhoz szükséges robbanószereket és egyéb eszközöket. H.O.K. szüleit is letartóztatták a múlt hét szerden, és a rendőrség több szemét is kihallgatott. Az állítólagos terrorista szüleit egy vonaton tartóztatták le, a akarta felé vezető úton. A a gyanúsított szüleinél nem voltak robbanószerek vagy bombák. vén elmondta, hogy a rendőrség egy másik gyanúsítottat is letartóztatott szólóban középjávában, aki éppen nyakartába tartott egy vonattal. Indonéziában a lakosság 83,3%-a muszlim, míg 11,43%-a keresztény, az evangéliumi hívők aránya pedig 3,23% derül ki a Joshua projekt adataiból. Az Open Doors 2024-es világfigyelő listáján Indonézia a 42. helyen áll azon, az 50 ország között, ahol a legnehezebb kereszténynek lenni. Az indonéz társadalom egyre konzervatívabb iszlám jelleget öltött, és az evangéliumi tevékenységekben résztvevő egyházak az iszlám szélsőséges csoportok célpontjává válhatnak a World Watch List jelentése szerint. New York, Nassau megyében betiltják a maszkviselést. A New York állambeli Nassau megye törvényhozói jóváhajtak egy törvényjavaslatot, amely megtiltja a maszkviselést nyilvános helyeken kivéve, hogyha azt egészségügyi vallási vagy kulturális célokból hordják. A republikánus többségű törvényhozás célja, hogy megakadályozza az erőszakos tüntetőket abban, hogy elrejtsék személyazonosságokat, válaszul az október 7 óta megszaporodott antiszemita incidensekre, melyeket gyakran maszkot viselő személyek követnek el. A törvényt 12 republikánus támogatta, míg a testület 7 demokrata tagja tartózkodott. Kathy Hochul, New York állam kormányzója júniusban bejelentette, hogy fontolóra veszi a maszkviselés betiltását a New Yorki metróban, bár konkrét tervet még nem jelentettek be. A New Yorki Polgári Szabadságjogok Uniója, az NICLU, kritizálta -e a neszőmegyei megyei masztilalmat, mondván, hogy az sérti a szólásszabadság jogát. Susan Gotterer, az NICLU neszőmegyei regionális igazgatója szerint a törvény elretentheti az embereket a tiltakozástól, és lehetőséget adhat arra, hogy igazságtalan lépjenek fel a tüntetők ellen. Az új törvény szerint bűncselekménynek minősül, és akár egy év börtönnel, illetve ezer dolláros bírsággal is büntethető, ha valaki nyilvános helyen takarja le az arcát, a személyazonosságának elrejtése céljából. Az intéz Kivételeket biztosít azok számára, akik egészségügyi, biztonsági, vallási vagy kulturális célból viselnek maszkot, illetve békés ünnepi alkalmak során, amikor a maszk. Maszkviselés vagy arcfedés egyébként megszokott. A törvényhozók előtt hétfőn tett el tanúvallomásában Patrick Ryder, a Nassau megye rendőrfőnöke azt mondta, hogy a rendőrök különbséget tudnának tenni aközött, hogy valaki bűnügyi okokból, vagy pedig egészségügyi, esetleg vallási okból viselnek maszkot. Nem fogunk csak úgy letartóztatni valakit azért, mert maszkot visel. Oda megyünk az illetőhöz, beszélünk vele és kiderítjük, mondta Ryder a Newsday szerint. A törvény támogatók szerint a törvényjavaslat megakadályozná, hogy a zaklatás vagy erőszakot elkövető tüntetők elkerüljék a felelősségre vonást. Arnold Rackel demokrata törvényhozó szerint viszont a törvény túllépi a határokat és károsíthatja az első alkotmánymódosításhoz fűződő jogokat. Ez volt már a hitéleti hírek, a Hitrádió legfrissebb hitéleti hírműsora. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Olnap ismét jelentkezünk.